Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés a Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Csak még egy kérdés a Kalambó Podcast 14. része a Parallaxis Retroverzumban, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Nora Chandler az egykoron ünnepelt mozicsillag dühösnek és tehetetlennek érzi magát, amikor világosá válik számára, hogy személyi asszisztense is egyben bizalmasa. Jean éppen azzal a férfival készül Frida lépni, aki zsarolja és már lassan az űrületbe kergeti. A díva úgy dönt, nincs más megoldás, mint eltakarítani az útból Jerry Parksot. Mindent el is tervez, ám a zsaroló helyett a kocsiban ülő Jean hal meg. A Requiem egy hullócsillagért című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandóan társaimat, elsőként Kubatovics Áron. Szia Áron! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! És Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! És elérkeztünk a második évad ötödik részére, hogy mondta, hogy az a Requiem egy hulló csillagért, ezt angol eredeti cím, ez a Requiem for a Falling Star, tehát ezt nem vitték túlzásba itt, hogy nem bonyolították túl. Ez 1973. január 21-én ment az USA-ban. Ezt tudom, hogy Ádám számára nem érdekes, de a decemberi hónap teljesen kimaradt az usa is. Így van, kettő hónap uh, lyuk volt itt, én téli szünet. Val, mert csak az első évadnál ugye ez nem volt. Ott, a decemberben végment itt, itt valamiért pihenkésztek egyet. Magyarországon 1976. július 25-én volt, tehát ez késült, készült első szinkron. Illetve a második kiadás, amit ugye mi is hallottunk, az 1994. február 28-án jelent meg. Ne haragudj, melyik, melyik szinkron stúdió volt, hadd halljam? Hát a Videovox szinkron. A a welcome, a welcome! Welcome! Az szokásos, ezt el se kell mondani, ugye vár, hogy amit mi hallgatunk, a második verzió, vagy másik szinkron, az a Welcome megbízásából a Videovox szinkron stúdióban készült. A Welcome kiadó és a televízió megbízásából. Így van. Úgyhogy akkor szaladjunk is akkor a színészek után, illetve a színészekkel. Nora Chandler, ami egykori hullócsillagunk a színésznőnk, aki ugye a gyilkosunk is egyben, az ő hangja Bence Ilona, és az őt alakító színész Ann Baxternek hívják, aki 1923 és 1985 között gyakorlatilag folyamatosan szerepeltetve volt mindenféle filmben, sorozatban. Tehát elképesztően hosszú pályafutása volt, En Baxter óriási sztár volt. Tehát e, ő egy, ne, valahogy nem hangsúlyozták itt ki az elén, de hogy nem egy guest hanem egy, egy óriási sztár ebben az epizódban. Ő volt a special star akkor. Hát, hát lényegében igen, egyrészt fantasztikus rendezőkkel dolgozott együtt, tehát Hitchcocktól kezdve a Cecil de Milen át, a Billy Wilderon keresztül tényleg elképesztő rendezőkkel dolgozott együtt. Emmy díja van, Golden Globot, oscar nyert, Oscarra hogy jelölték is, szóval tényleg ő egy nagyon nagy színésznő, és hát tele van az egész rész, de erről majd gondolom külön fogunk beszélni, az All About Eve című 1951-es amerikai filmre való utalással, amiben ő egyébként oszkára lett jelölve, mint support actresses, hogy hívják magyarul? Mellékszereplő? Vagy, legjobb női mellékszereplő. Legjobb női mellékszereplőre jelölték abban a filmben, szóval, szóval az N. Baxter, ő egy, ő egy hollywoodi csillag, tényleg. Tehát valóban ő egy csillag. Az első verzióban, az első szinkronban Kohut Magda szinkronizálta őt. Nagyon kevés név van, ami, ami számra kicsit ismeretlen, az ő neve speciál az volt szégyellem, de ez így van. Jerry Parks, az a kis újságírónk, vagy firkászunk, ha lehet így nevezni, aki az eredeti, hát elvileg ő lett volna az áldozat, de végül is ő nem lett áldozat, őt Rajhon Ádám szinkronizálja, és az őt alakító színész Mel Ferrernek hívják, aki szintén rengeteg filmben és sorozatban játszott, itt nagyon sokan, nagyon sok mindenben játszottak, és érdekesség uh, uh, Anne Baxter és közte, hogy mindketten szerepeltek egy a Hotel című sorozatban. A Hotel című sorozatban egyébként M. Baxter szinte végig az összes részben, viszont Jerry Parks két részben is szerepelt, úgyhogy még ott is találkoztak, bár ez az, az már 1980-ban valahányban volt, tehát a Kalambó után. Igen, szóval Mel Ferrer is egy órási hollywoodi név, van csillaga, és fun fact, Audrey Hepburn egyik férje. Audrey Hepburnnek két, két férje volt, ő volt az egyik, Mel Ferrernek vagy öt felesége volt, tehát abból az egyik volt az Audrey Hepburn. Az első szinkron változatban Philip Zsigmond kölcsönözte a hangját neki. Ugorjunk Jean vagy Jane Davisre kinek mi? Ő ugye az asszisztens, aki végül is hát meghalt. Balog Erika szinkronizálta a második kiadásban, és az őt alakító színész Pipa Scottnak hívják. Ő 1984-ben szerepelt tévében, sorozatban, filmben, bármiben, majd utána 2009-ben újra. Tehát volt egy hatalmas kihagyása. Igen, és ő még mindig él, már közel van a nyolcanhoz, de még mindig él, reméljük jó egészségnek örvend. Sokan szeretik őt, mert hogy, hogy olyan nagyon kedves arca van meg, szóval jól szeretető színésznő. Én bevalom én róla nem nagyon hallottam előtte. És földi teri szinkronizálta az első magyar szinkronban. Itt nekem voltak érdekes választások megemlíteni még dr. Frank Simons-t, aki a, a, filmstúdiók vállalat csoportjának vezetője, őt Perlaki István szinkronizált, és az őt alakító színész pedig Kevin McCarthy, vagy Kevin McCarthy, kinek mi hívják, ő szintén rengeteg filmben is rosszabban. Itt tényleg csupa olyan színész most össze, akik nem csak ilyen egy-egy szerepet játszottak, hanem így fulli, tehát rengeteg mindenben játszottak. Ami nekem tetszik vele kapcsolatban is, hogy ő szintén szerepelt a Hotel című sorozatban. Igaz, hogy csak egy részben, de ő már a harmadik színész ebben a társaságban, akik, akik együtt. Végvári Tamás szinkronizálta az első szinkronban, illetve a Mr. Felon, aki a stúdió főnöke, ez a fiatal fiatal ember, akiről majd ugye Kalambó majd viccelődik is, ő Csankó Zoltán szinkronizálta, és Frank Converse-nek hívják a színészt, aki alakította, ő szintén nagyon sok mindenben szerepelt, és mondanom sem kell, ő is szerepelt a hotel című sorozatban. És ő is él még 85 éves, reméljük jó egészségnek örvend. Jó masszív arca van, vagy szó, hogy, hogy kell ezt mondani, ilyen jó kemény, 50-es évekbeli macsó férfi arca van, és körülbelül ilyen szerepei is voltak. Broadway színészként indult, és aztán e, e, neki száz fölött van a filmográfiája. Ez stimmel, mert én egy, amikor ugye utána néztem, utána olvastam, akkor feljött egy, egy jóval 70-es évek után beli fényképről, és kapásból ráismertem, tehát az arcvonásai abszolút megvannak. És az első szinkronban Kovács István, ugye a, a szomszédok deziréje szinkronizálta őt. crossover, <laughs> 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 parallaxis crossover. folyamatosan igen, itt a parallaxis univerzumban. De Bence Ilona is crossover, aki minden ötödik kalambóban szinkronizál. Igen, csak Bence Ilonával még nem találkoztunk a szomszédokban, még Deziré barátokkal már többször. Egyébként ez egy rövid. Már egyébként most nem tudhatjuk, hogy hol fogunk tartani, amikor. Jó... ez igaz, akkor úgy júniószor. mondom, az első részekben Bence még nem szerepel. Ez egy rövidebb, most, vagyis úgymond a, a normálisabb hosszúságú rész, ez egy óra 13 perc, tehát most nem ez a, az előző rész elnyújtott. -e és jól is állt neki, jól is állt neki ez a, ez a hosszúság. És rögtön, és rögtön egy trükk, nem tudom, rögtön egy kicsit, mint hogyha... Ö, félre is akartak volna minket ugye vinni, mert egy lövöldözéssel kezdődik a, a, az a rész. Film a filmben, egyébként én nagyon szeretem a hollywoodi környezetet, sok kalambó játszódik ilyen hollywoodi környezetben, ugye tulajdonképpen a Universal studio járunk, bár nincs megnevezve, illetve egy másik filmstúdiót játszik, de a nagy része ott játszódik a filmnek, mármint hogy látjuk is, hogy, a stúdióban vannak. Fantasztikus, nagyon szeretem ezeket a kalambó részeket, szerintem gyerekként is nagyon szerettem. Próbáltam rá most a epizód nézésekor visszaemlékezni, hogy vajon akkoriban én ezt mennyire szerettem, de ha bár, és majd beszélgetünk róla, így Kalambó Podcast szemmel nézve nem egy túl erős epizód szerintem legalábbis, viszont elég maradandó, bennem megmaradt, szeretem ezt a részt nézni, nem kapcsolok el, ha ez megy a tévében, és az jutott még csak eszembe, hogy a Requiem egy hulló című cím, ami ugye az eredeti címe is, ahogy Gergő említette, az azért szintén több kalambó résznek a címe lehetne tulajdonképpen, mert sokszor ugyanezt a témát járja körül, dolgozza föl. Egy egykori sztár, aki már nem az próbál életben maradni, úgymond. Igen, ugye Hollywoodba járunk, azért azt ne felejtsük el, nyilván ez nem meglepő, illetve hát nyilván ezek elvesznek a 69 részek között, csak azt akarom ezzel mondani, hogy én szeretem az, ezeket az ilyen témájú egykor nagy hollywoodi csillagok, akik már a 70-es, 80-as években letűntek, és az ő gyilkosságukat, vagy éppen meggyilkolásukat dolgozza fel föl a sorozat. Tehát Los Angelesben sok a mert lesz is még filmstúdiós. Sok stúdiós, sztár lakik arra, tehát volt nyilván. is filmstúdiós forgatás, és lesz is még filmstúdiós helyszínet. Fel, nyilván, gyilkos, nyilván hát. nem Kálánból hat nagyot küldik az MS-13 újabb lövöldözéséhez, tehát a sorozatban inkább ugye ilyen gazdag fickókat látunk, ez már sokszor volt szó. Gyors fact check, hogy tíz évad, hivatalosan, ugye Magyarországon ez nyilván tök elkeveredve volt, de hogy tíz évad, 32 év alatt lett ez a tíz évad leforgatva. Én is, amikor kezdődött, és hamar kiderül számunkra, hogy igazából egy filmforgatáson járunk, tehát nem egy igazi gyilkosságot látunk, a én is imádom. Bocsánat, ára akartam kezdeni, te bedöltél neki, tehát ö, ö, hitted azt? Én hogy... Nem, én rögtön az elején éreztem. Mert hogy ugye ez... volt már ilyen rész, hogy rögtön bele az elejébe, közepébe, vagy az volt, elején volt. És, hogy és is szerintem mondjam. erre utalnak, és de valami miatt egy kicsit off volt nekem, tehát így éreztem, hogy jó, akkor most itt filmforgatás zajlik. Aha. De én nekem is eszközött eszembe, hogy hogy. Egyrészt én is imádom az ilyeneket, mindig szeretem, de hogy vajon a 70-es években azért ez valószínűleg sokkal jobban ütött, hiszen akkor még nem voltak DVD-k, ahol ott van a forgatási napló, nem készültek behind-the-scenes jelenetek, ne, ne, tehát nem volt annyira testközelbe az, hogy a hollywoodi mágia, a hollywoodi varázs az hogyan teremtődik meg. Tehát szerintem az ilyen részek annak idején sokkal izgalmasabbak voltak, mint most, de, de és most is szeretjük. És most direkt el is, és ebben a részben többször is eljátszották velünk ugyanezt, hogy később is voltak olyan jelenetek, amiket hát hiettük hihettük volna az, hogy úgymond, mint Kalambó rész történik, és aztán kiderült, hogy ez is csak egy filmforgatás része, és akkor mindig ugye megjelent a díszlet, ugye akár csak amikor a rendőr vallatja őt, vagy amikor az autóban menekül a rendőr elől, hogy ott mind hihettük volna, hogy ez megtörténik a kalámbóban, de igazából ez egy forgatás része volt, és ott a néző azért, ahogy ti is, a betekintést nyerhetett, hogy hogy nézhetett ki akkoriban egy forgatás, akár az autós jelenet az a klasszikus levágott autó hátul mögött a vetítés. Ez zseni volt. Tehát mondjuk el hallgatóginak, hogy úgy mutatták, mint hogy. Tudjátok, amikor néz, nézzük a, a jelenletet, és így rángatja a kormányt, tök tökéletesen megy az autó, és aki már valaha vezetett autót, az tudja, hogy nem így vezetjük az autót, hogy így rángatjuk a kormányt. Majd nyit a kamera, és látjuk, hogy ez egy félbevágott autó, ott van mögött a vetített háttér, el is fordul az autó, kiszáll belőle a színésznő, azt mondják, hogy ennyi. Nincs eleje a kocsinak. Nincs eleje a kocsinak, gyönyörűen nézett ki tényleg szerettem. Így azért azt tegyük hozzá a fiatalabb hallgatóinknak, hogy ekkoriban még tényleg egy vetített háttér volt a szószoros értelmében, egy filmben vetítették egy vászorra mögé a hátteret, tehát nem lukasztás volt, nem blue box, green box technológia volt, hanem még ilyen csodálatos. Igen, voltak már kinti felvételek is, csak az sokkal drágább volt, mint a betitett háttér, ezért csinálták a ritkán. Hogy ez még nagyon a klasszikus, klasszikus, nagyon a klasszikus Hollywood, hogy ezért is izgalmas, tehát szerintem azért üt most is, amit az Áron korábban mondott, hogy tényleg betekintést, egy ilyen meta univerzumot kap a néző, mert folyamatosan kikacsint, elmosódik a valóság, a film a filmben és a ami általunk nézett Kalambó epizód között is pillanatokra, mire a néző föleszmél, hogy ez csak, amit ti fejtegettetek az e imént, hogy ez csak egy, ez csak a benne játszott alakítás és film, szóval nagyon-nagyon izgalmas, és én azért szeretem, mert ha bár, ahogy mondtam, spórolós, mégis egy olyan világot mutat be, ami, ami, szerintem egyedülálló, és most már egy, egyfajta korlenyomat is. És neked nem is tűnt úgy, hogy tehát le, nyilván lehet, hogy olcsóbb volt, de, de azért, azért megadták a módját, tehát jól nézett ki. Hát mondjuk a színészekre elment a pénz, tehát hogy értitek, most hogy az, olcsó volt, ezt az csak azt akarom mondani, hogy nyilván mindig egyszerűbb ott helyben eh, megcsinálni. Látunk később is ilyen kalámbó részeket, ahol a hollywoodi díszletek vannak használva. A gyilkosunk, a hölgy, a díva, az bizony ott él a stúdióba. Ami egyébként elég vicces, tehát hogyha... Figyelj, nem gondoltam. tud elkésni azért, ennek van egy előnye, tehát a divák mindig elkésnek. Ha innen elkésik, a legnagyobb cí Tudom, mindig azt késik el, aki ott lakik, tudom. Igen, de kedves hallgatók, ez egyébként úgy van, hogy mi, mi ugye mind otthon vagyunk, mikor ezeket a podcastokat felveszük és nekünk is sikerül elkésnünk, elkés elkés és ennél ebben nagymester vagyok, de a kedves hölgy, a, a mi gyilkosunk, a díva, a színésznő a képen, ugye forgat egy részt, az nagyon érdekes volt, hogy állandóan minden jelenetben, ami bejátszódott a a stúdióba, és megérkezett a kalámba, akkor utána mindig az volt, hogy jaj, leállhatnánk, majd megcsinálhatnánk ezt holnap. És a rendező mindig az azt taradt. mondja, hogy, hogy persze, izé, hogy nem, majd megcsináljuk holnap, de hát valójában ez egyrészt nem így van egy forgatás során, tehát a műszaki van fizetve, ott van, a gyártásvezető örjönge, de másrészt meg ezt nem a rendező mondja, meg nem a producerek. Szóval ebben azért egy kicsit sántított ez a dolog, de hát nyilván itt most ez az ő stúdiója. Azt akarták a... elhitetni, hogy akkor a díva, hogy neki még le is áll. Tehát rengetegszer csinálták ezt, és mindig hazaszaladt. Jó, ha már ezt így behoztátok, akkor én ezt nem akartam volna mondani, de akkor most mondom. Ezért nekem egy kicsit megtévesztő a cím, ugyanis ez igazából ő nem hullócsillag. Tehát, hogyha valaki ekkora sztár, hogy miatt egy komplett műszakot elhalasztanak egy nappal, akkor ő a legnagyobb állistás sztár, de mindegy zárójel bezárva. Hát ezt ugye a hullócsillag, ugye az, hogy ő mennyire lehullik vagy nem hullik, ezt ugye a Jerry Parks volt, aki fejtegette. A Kalambó például, illetve az ő felesége, ő abszolút úgy gondolja, és volt is olyan jelenet, amikor egy utcai jelenetnél ugye rajongók hada rohamozta meg Norát, ugye a mi ami a ami hullócsillagunkat vagy éppen tündöklő tehát, hogy voltak azért erre utalások, hogy bár azt mondják rá, hogy ő már egy öregedő valaki, aki már nem annyira izgi, de azért voltak rá utalások, hogy az lehet, hogy mégiscsak. Igen, de Kalámból mindig elmondta, hogy de még mindig milliók rajonganak érte, bár ugye, ahogy hívta, a, ezt majd akkor most így röviden elmondom, párszor volt benne egy ilyen számom régen kellemetlen szekunderszégyenes szégyenes jelenet, amikor a Kalambó azzal csesztette a nőcét, hogy hívja fel a feleségét, aztán a felesége nem volt otthon, akkor a sógóra, akkor itt vagyok Miss Chandlernél. Ki, ki, csodánál? Miss Chandlernél nem tudod, záll, hogy senki nem tudta, hogy ki ez a nő, de csak egy zárójelben enged meg még Áron. Szerintem is igazad van, megtévesztő a cím, később lesz egy rész, amire én azt hittem, hogy ez az a rész, mert an, arra illik százszázalékosan, ahol valóban egy már letűnt csillagnak a bonyodalmát és a sztoriát látjuk. Igen, de ha behoztátok, szóval ez a rész, ez tele van ilyen viccesebbnél viccesebb jelenetekkel. Tényleg, amikor, amikor föl akarja hívni a feleségét, és mindig boltban van, tehát minden nap elmegy boldba pont akkor, és csak a Joe van otthon, az unoka öcs, vagy, vagy, vagy kicsoda, vagy a kazin, a, kuzin van otthon, aki persze nem tudja, ki ez van, a Zane akinek azt mondja a Kalambó, hogy hát a feleség a feleségem tinédzser kora óta nagyra nyugod. Ja nem, hát nem tinédzser, hanem fiatal, tehát ugye kicsit, kicsit leöregezt. Kicsit, kicsit leőregezt azért, amikor a nyakkendő is jelenet, vagy akkor menjen el vásárolni, és a végén már azt mondja neki, hogy vigye el a felesége vásárolni, kedves Kolombó, és vegyen inget, nadrágot, kabátot, izé, zoknit, Tele van az egész, egész rész ilyen, ilyen nagyon vicces, kikacsintó jelenetekkel, ezek így vitték magával. Viszont én nem nagyon tudtam követni, és nem értem a Kalámbó motivációját, nem a motivációját, hanem azt, hogy hogy jutottunk el A pontból B-ben, nem értem, hogy hogy jött rá dolgokra a Kalámbó Komolyan sokadig nézés után tűnt ez igazából föl, hogy megpróbálták a szánkba rágni a történéseket, de én tényleg nem értettem, hogy mi történik. Foglaljuk össze, tehát nagyon egyszerű, illetve nem egyszerű, de nem is bonyolult. Tehát ez a Nora Chandlernek ugye van ez a bizonyos asszisztense, ez a Jane, aki hát tizen nem tudom hány éve dolgozik neki. Ekközben ez a csaj ugye összeszűri a levet, ez a Jerry parks aki egy firkász, aki több száz sztárt fenyeget, zsarol mindenféle, mindenféle gusztó, egy tipikus bulvár újságíró, azt lehet mondani, aki a mocskosztorikat összeszedi, aztán ha kap érte pénzt, nem teregeti ki. Igen, de úgy néz ki el közben, kedves hallgatók, mint egy ügyvéd, olyan a fizimiskája és a kiállása is, illetve az egész irodája. Tehát, hogy Imárni nem hívnám firkásznak ilyen értelemben. De nem, nem is az... én hívtam őt, nem én hívtam én, hanem, ő, hanem a Nora hívta a firkásznak. Mit őt. mondasz a Imádni valóan, utálni való. Te, amúgy igen, tehát ez tök jó, mert hogy szimpatikus volt is, meg nem is, tehát nagyon jól csináltam. Ez a karakter tényleg nagyon jó volt. Na mindegy, szóval, hogy ő, ő közben összejön ezzel a Jane nevű nővel, akit feleségül is akar venni, és hát ezt a Nora meghallja. Azt hogy nem tudjuk, hogy ő tudta-e korábban, de az biztos, hogy amikor ő természetesen a forgatásról hazament, vagy ebbe a kis lakhanziába ment, akkor természetesen meghallotta, hogy itt már lánykérés van minden francia, és este együtt akarnak lenni, és akkor úgy csinált, mintha ezt ő nem hallotta volna, és ezért ő rászervez a Jane-nek egy programot, hogy ne tudjon a manussal lenni elvileg, hogy elküld ide a Kedves hallgatók, hát nem, nem ott tudta meg, hogy a lánykérés, nem ott tudta meg, mert kiderül később, hogy a csávó a csajnak lánykérő levelet írt. Értitek? Lánykérő, levél, tehát hogy ez, mint SMS-be szakítani, szóval úristen, ez, tehát ultrabénává teszi az egész dolgot ahhoz képest, hogy milyen kiállása van a csávónak, meg, meg, meg hogy hol és hogy zajlik ez az egész. Igen, de ott, a, ott később azért kiderül, vagyis hogy rácéloznak rá céloz, arra, hogy a csávónak azért komoly anyagi gondjai vannak, stb. Tehát úgy már, úgy már illik a sztori. Szóval a lényeg az, hogy ott ugye eljátsza a jane ezt az egészet, hogy ő nem tudott semmiről, stb. És utána beszélget Jerry Parks és Nora, ugye a mi hulló csillagunk és ez a firkász, és ugye akkor derül ki, hogy a Jerrynek bizony van kompromittáló anyaga, Noráról még pedig az, hogy egy olaszországi, legutóbbi olaszországi filmforgatása során ő elég sokat sikkasztott úgymond a saját javára a cégtől, és hogy hát hogy ez bizony nyilvánosságra hozza, bár ő nem szeretné, de van az az összeg... Két millió dollárt! Akkor még azt nem tudtuk, de amúgy igen, két millió dollárt, és hogy van az az összeg, egy ilyen jutányos baráti összeg, amiért ő természetesen ezt nem teszi meg, és akkor Norára úgy csinál, mintha ebbe belemenne megy a kavarás jobbra-balra, ott, ott tényleg nem értjük, mert nem látjuk a párbeszédet, csak annyit látunk, hogy a Jane elmegy a Jerryhez, ott valamit beszélgetnek, majd utána azt látjuk, hogy a Nora őket követi, ott a könyvesboltnál, ahol ők beszélgetnek bennő ott valamit matat, majd a következő pillanatban már azt látjuk, hogy a Nora elvileg a Jerry lakásához megy, szétlocsolja a benzint, jön a Jerry autója, és mit a Isten, az persze azonnal fölrobban, mert ugye az a benzin kifolyik, aláfolyik az autónak, és azonnal felrobban, és ebből gondoljuk, hogy akkor Jerry meghalt. Ott egyébként megkérdeztem a, ezzel a tűzesettel kapcsolatban a parallax és autószakértőjét Pécsi Gézát, fölhívtam az adás előtt, hogy ugye azt látjuk, hogy a nőci szét, szétlocsol egy olyan másfél kannányi benzint, feltehetőleg benzint. A, hát az volt rá Az autó megállón, vagy mi az parkolón? Kocsi beálló. Parkolón, majd megérkezik a kocsi, meggyújtja a távolról, és akkor fölrobban az autó, és... Ahogy hozzáér a tűz a hátsó kerékhez, végfut a csík, a hátsó kerékhez elér a tűz, abban a pillanatban robban. Ez nagyon vicces volt. Igen. Tehát amint az autó alá ért a a, 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 csík, ott meggyőtt, és azonnal robbant az én, autó. Én úgy észleltem, hogy azért ott eltelt néhány másodperc, mert pont azon rögtem, hogy hát azért észlelem, hogy itt fölgyullad a kocsi alatt minden, akkor én gyorsan megpróbálok kiszállni. Nem láttunk ilyet. Nagyon olyan, olyan fura volt az egész, mintha nem ült volna se. Tehát, mintha valaki attól már meg meghalt volna, hogy ott föllobbant a tűz. De azért, megkérdeztem... azért is ilyen gyorsan, az egész nagyon gyors volt, mert gyakorlatilag meggyújtotta, jött talán robban, puff. Tehát, hogy... Megkérdeztem Gézát, azt mondta, hogy kb. 20-50 liter benzint kéne kilocsolni eleve, ö, egyrészt, másrészt pedig, hát ha csak nem ég vissza, tehát nem csöpög a tank eleve, és nem ég vissza, akkor ez abszolút lehetetlen, de még akkor is, ha esetleg visszaéghet a benzin is, nagyon-nagyon kicsi az esélye, mert hogy mondott szakszavakat, amiket én nem értek, szóval a lényeg az, hogy Valójában ez egy, egy nagyon fura gyilkosság volt, nagyon kidolgozatlan, írói szempontból mondom, rendezői szempontból is, de írói szempontból mindenképpen. Nem, nem értettem, hogy most akkor akkor most kizsarol kit valójában. Ki hát, tud, amit mit itt tud. elmondom neked, ebben a részben téged, mint nézőt folyamatosan hülyére vettek. Tehát, hogy ez volt az első, nem is talán az első, de az egyik olyan Kalámbó rész, ahol Folyamatosan hülyére voltunk véve, mert sem az áldozat nem az volt, akire először gondoltunk, sem az indíték, tehát itt teljesen a legvégén volt, Tehát nagyon, sok, nagyon sokszor általában azért tudtuk, hogy mi újság van, itt full hülyére voltunk véve. Megpörgettek minket. Igen, ez, ez nagyon fontos, mert ugye onnan indultunk, Ádám, hogy, hogy mondtad, hogy nem tudod, hogy hogyan rakta össze kalámból, hogy mik ezek a jelek, és közben elkezdődik a gergő mondani az egésznek a cselekményét, és még a cselekménynek nem értünk a végére. De, Igen, azért nem de, én, vissza, de én visszajönnék ide, akkor, a, amit mondasz hogy egyrészt így, így van, tehát az van, hogy ez az első emlékeim szerint, ahol nem mi nézők nem vagyunk tisztában az egész történettel. Emiatt van az, hogy mi is meglepődünk, tehát vannak ilyen plot twistek, ami nem szokás a kalambóba. A kalambónál az elején látjuk, hogy ki a gyilkos, és arra azt nézzük, hogy a kalambó vajon, hogy jön rá. Most meg azt tudjuk, hogy ki a gyilkos, de hogy miért pont az, az gyilkolta meg, mi a, mondi, az, a motivációja, az indítékja arra, hogy őt meggyilkolja, ja, hogy nem is ő gyilkolta meg, de mi van a volt férjjel, szóval, hogy az egészet a néző együtt rakja össze Kalambóval, és emiatt ez egy kicsit más típusú ez a rész, és emi, ahogy mondja a Gergő, kicsit megforgatott minket. És akkor itt jön az, hogy, hogy milyen, milyen apróságokból apróságokból a Kalambó nyomozni, de akkor ide majd visszatérünk, mert akarsz mondani valamit. Tehát itt a, bacsai, itt a vacsoránál már ugye megtörtént ez a felrobba, ez a robbanás, és utána rögtön a Nora már ezzel a két fontos emberrel, ezzel a bizonyos Frank simons ugye a csoportvezetővel és a felonnal a stúdió főnökkel vacsorázgat itt vidáman, és akkor egyszer csak megjelenik egy rendőr, vagy valami hasonló, aki közli, hogy hát baleset történt Jerry Parks házánál. És akkor hát ő ugye rögtön ugye játssza a meglepődöttet, hogy hát mit érde, jó, hát, de hát, miért nekem szólnak, hát most ő felrobbant. És ott is el elhitették velünk, hogy ő jerry akarta megölni, és amikor kiderül, hogy nem Jerry ült az autóban, a Jerry autójában nem Jerry ült, hanem Jane az asszisztens, és ő halt meg, és az átörő fel, akkor ugye drámai jelenet, hát, hogy hogy, 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 hogy úristen elájult. Tehát, hogy el akarták már ott is velünk hitetni, hogy igazából Nora jerry akarta megölni, és az csak egy véletlen baleset volt, hogy a Jane halt meg, mert hogy ő ült az autóban. Jó, de mi volt a motiváció nőnek, amiért eredetileg a Jane-t akarta megölni? Az, de azt hogy... majd a végén mondanám, ha most elmondjuk, akkor vége az adás. De jó, értem, értem, tehát ha kiderül, akkor tehát már Viszünk, viszünk téged, Ádám, fogjuk a kis kezedet, is. viszünk Kedves hát elnézést kérek, egy fogalmam sincs, hogy ez, ez, ez hogy Áron, áron lából értjük, a, értjük csízőt, én látom, áron is nagyon bólogat, és vágja a sztori, tehát mi ketten viszünk téged, és a nézőkkel együtt a végén azt fogod mondani, hogy he. <laughs> Jó? Igen, tehát hogy ahogy a Kalambó elkezd nyomozni, minket nézőnket is így fog és visz magával a rész. Hogy a Kalambó elkezd nyomozni, próbálja fölgöngyölteni az ügyet, nem nagyon tudja megfogni, de mindig van egy-egy apróság, ami gyanús. És ha önmagában egy-egy ilyen dolog van, az, azzal akkor mi is legyintünk, hát az életben vannak furcsaságok, nem működik a szökőkút, oké, okay. hát jó, nem működik a szökőkút, vagy hogy reagál a vacsorákor, ha meghallja, hogy, hogy meghalt, jó, hát így reagált, oké. Okay. De ha sok ilyen van, az a kalambónak, az így szöget a fejébe, és elkezd, elkezd nagyon gondolkodni, hogy miért van itt ennyi furcsaság? Érted, ha egy furcsaság van, nem gond, de hogyha 12 furcsaság van, az már feltűnő, és elkezdi ő így kapirgálni a felszínt, és egyszer csak megérzi, hogy lehet, hogy nem is a firkász itt a kulcs szereplő. Tehát lehet, hogy nem a firkásznál kell keresni azt, hogy miért akarta volna bárki is megölni a firkász, holott elhangzik, hogy valószínűleg több ezer ember akarná őt meggyilkolni, tehát hogy rengeteg embernek van motivációja. Igen, de a Nora, a gyilkosunk, és ő eljátszák a kalámba előtt, hogy jóban vannak. Eljátszák, de ugye a kalámbó nem tudjuk egészen pontosan, de valószínűleg messziről látta azt, hogy, hogy lehet, hogy nincsenek, nincsenek is annyira jóban, de az is gyanús, hogy előtte, amikor a firkásszal beszél, a kalambó, akkor a firkász azt mondja neki, hogy bocs, men menjen, mert nekem itthon még sok dolgom van, majd azonnal el elhúz, és találkozik a nórával tehát a gyilkossal. Tehát én nagyon sok apró izéből Kalambó érzi, hogy itt valami, something off, tehát így mondja az angol, tehát valami itt nem stimmol. Hát tehát már ott kezdődik az első olyan valami nem stimmelős rész, Ugye ezek 24. percig kell gyakorlatilag várni, hogy a Norát elviszi a kapitányságra Kalambó, ahol is ugye ott van az a bizonyos felrobbant, kiégett autó, és akkor, és akkor ott már gyakorlatilag a, a ugye közli, hogy hát az történt, hogy Jerry és Jane, vagy Jean, mit tudom én, tehát a nő és a, a firkász kocsit cseréltek. Jean, mert annak van írva. Igen, Jane-nek van írva, de a szinkronban Jane-nek mondták, úgyhogy kedves hallgatok, elnézést, hogy Jean vagy jane mondunk, mert leírva Jean-t mondanánk, de a szinkronban fontosan Jane-t mondtak. Szóval Jean-Jane, Jane-Jean, -Jane, az ő kocsiának az egyik kereke defektes volt, és ezért elvitte Jerry autóját. És erre volt egy első nagyon gyanús mondatom, ugye, amire Áron is utalt, hogy Nóra azt reagált, hogy ha ezt tudtam volna, erről fogalmam sem volt. Mi van? Igen, igazából a teremkarásban elárulta magát. Igen, Persze, ha, ha egy ilyen van, és más, más az, aki valószínűleg a gyilkos volt, akkor arra gondol egy nyomozó kalamból is, hogy hát a soktól hülyeséget beszél. De nem... De ilyen baromságot nem mondasz Igen, soktól. Igen, szóval, hogy, hogy, itt, hogy itt sok apró jelent. amikor amikor elmegy a forgatásra, és... Megkérdez az asszisztensét, hogy mi, mennyi kávét iszik, meg mindig így izzad, és akkor mondja, hogy nem, csak akkor, hogyha, ha ideges, és utána nagyon kell púderezni, mert a kállámból megint oda szúrt valamit, miközben a két forgatási szünet között beszélt három mondatot a színész. Tehát sok ilyen apró dolog volt, aminél neki a. Az kávét? Egész... Azt mondtad, hogy kávét, Ez az pia volt. Vagy pia akkor volt. pia volt, igen. Az pia volt, az Jó, alkohol bocsánat, az, volt, az, az alkohol. Na, látjátok, én egyáltalán nem iszok alkoholt, úgyhogy lehet, hogy törölte az agyamat. Ádám, itt ugye. A az van, hogy, hogy a kalambóit nem csak azzal küzd meg, hogy az deríti ki, hogy ki a gyilkos, hanem, hanem azt is ki, ki kell deríteni, hogy voltak éppen ki volt az áldozat, a célzott áldozat, mert ugye itt arra megyünk, bocsáss meg, arra megyünk, hogy ugye arra megyünk a parkolós jelenet után, hogy a Jane-t gyakorlatilag csak tévedésből ölték meg, és Jerry volt a célpont. Persze erről aztán kiderül, hogy nem. Tehát akkor azért ilyen kisé érthetetlen is a rész, mert hogy a Kalambóval együtt küzdünk. Igen. Fogalmunk sincs róla, de még menjünk egy, egy, egy vicces életet, mert Áról rengeteg vicces életet mondott, és itt még az első nap, amikor Kalamon megérkezik a stúdióhoz, akkor ott a klasszikus jelenet, ugye az autója is ő, hogy a, a portás ugye telefonál, és nem akar vele foglalkozni, és azt hiszi, hogy ezt a tragacsot a forgatásra hozta. Azt a gyönyörű Peugeot azt a, hát azért jól össze volt ütöget, volt az a dukkózás már nem volt rajta, jó, de... Nem bírt elindulni a kalámból, akkor egyesbe rakta, rükverszbe rakta. Mert a feleségem vezette délelőtt. Nem tudom, rossz volt a pedálbeállítás, vagy én nem pontosan, vagy mert, al... nem, igen, nem számít. Igen, Minden. ez hát csak, ez így. csak a, hogy a felesége volna bele kellett hozni, hogy amiatt nem ment, mert az asszony vezette délelőtt. És itt csak hogy megyek tovább, és utána Áronnak adom a szót rögtön, csak hogy, hogy megint, ugye egy, 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 dolog már volt, ami nem stimmelt Kalambónak, hogy miért mondta ugye elvileg ezt a Nora, hogy hát ha ezt tudtam volna, erre fogalm sem volt. Majd amikor kimenek Jerry házához, akkor rögtön megvan a bizonyíték a gyújtogatásra is, mert ez a hülye még a benzines kannákat is ott hagyta, és az égésnyom is megvan. Tehát egy az egybe a rendőrség előtt ott volt minden tokkal vonóval, hogy ez itt se nem véletlen, itt, itt biztos, hogy konkrét gyilkosság volt, mert két benzines kanna ott a környéken, égésnyom, többi. Tehát folyamatosan megyünk valamerre, csak nem tudunk merre még. Igen, és Kolombóval együtt nyomozunk, hiszen igen, fölmerül az, hogy lehet, hogy a firkász zsarolta, sőt, egy ponton a színésznő rá is akarja terelni a gyanút, a, a firkászra, tehát hogy, hogy egy szobába tereli a kalambót, a stúdiófőnököt, a, ott van a firkász, mert hogy, hogy a papírt akkor így bemutassa, hogy ez volt ilyen terelő bizonyíték, és egy teátrálisan a stúdiófőnök ketté is tépi ezt a papírt, hogy nem számít, ezzel megdől az, tehát hogy igazából nem olyan komoly lehetett ez a zsarolás, hogy a firkászt meg akarják gyilkolni, és ez is ilyen apró, apró dolog, amikor így gondolkodunk, hogy oké, okay, de ha nem ez, akkor miért? És akkor ott van ez a szökőkutas rész, amit szándékosan ide akarok most hozni, mert ez is olyan dolog, hogy jó, 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 nem működik a szökőkút, de három percek később meg tudjuk, hogy a színésznünk nem akar kiköltözni a házból, hogy ott a stúdió nagyon szeretné már évek óta elérni, hogy költözzünk ki, meg kell a hely. Új stúdiót akarnak fölhozni, vagy mit tudom én. Hát amikről beszélt az Ádám, hogy. Ja, hogy hát nincs pénze a Nórának. Nincs pénze ja, és nincs, nincs pénz a Nórának. forrása. Igen. És nem hajlandó kiköltözni. És ugye ez is olyan, hogy jó, hát biztos ez egy ilyen filler rész, ami szokott lenni egy 90 perces Kalambó epizódban, vannak ilyen filler szövegek, amivel jégre viszik a nézőt. És aztán a végén nagy nehezen összeáll, hogy, hogy ez se filler volt. Ez is egy apró clue, egy apró apró kis momentum volt, ami a végén összeáll. De két dolgot még ha hadd mondjak el, ha már nálam a szó. Vicces jelenet. Pikpak elveszük. Tudom, hogy pikpak elvesztek. A vicces jelenet. Emlékeztek? Van az, amikor nem tudom, hagyadik alkalom, bemegy a stúdióba, hogy megint beszéljen a a a színésznővel, és akkor közben ott próba zajlik. Nyakkendő. Igen. Hoznák, hozzák Igen. a nyakkendőt. Az, aki ott hozza a nyakkendőt, ez egy cameo szerep, őt úgy hívják, jaj, jaj, hova írtam föl, itt írtam föl. Úgyhogy Edit Head. És ő a legbefolyásosabb Hollywoodi jelmeztervező Ever, aki volt Hollywoodban, ő azt hiszem hét, ekkor még csak hét Oscar díja volt, de két évvel később... Aki is vannak rakva. Így van, két évvel később még egy nyolcadik Oscar díjat is megnyert. Ott vannak mögötte fölsorakozva ezek az oszkárok. Talánból meg is fogdassa. Fantasztikus az egész. Ő ekkor már 73 éves volt, 30-as év, 20-as években kezdett el a Paramountnál, de a 30-as évektől kezdve gyakorlatilag a jelmeztervező volt Hollywoodban, a legnagyobb befolyással rendelkező, és akkor itt hozom be azt, hogy az egész film alatt folyamatosan az 1951-es All About Eve című filmre utalnak, ahol ő szintén jelmeztervező volt, és Oscárt nyert érte, ahol a mi főszereplő gyilkos színésznőnk, az Anne Baxter, ő ott volt ott jelölték Oscar díjra, nem nyerte meg, de mint legjobb mellékszereplő, ott, ott jelölték Oscar díjra. Az a film jelenet, amit Kalambó egyszer csak lehuppan egy egy, 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 kanapéra, is, és, pont, pont nézi, ahol szintén a, a, amit állítólag nem látott, amit állítólag nem látott, és a színé, arról szól, hogy a színésznő áruhában gyilkolja meg a férjét, az is egyez egybe utalás az All About Eve című filmre, de nem onnan vették ki, hanem ezt ide forgatták le. Valószínűleg a, az oszkárok között az is ott van, amit egyébként a, az All főszereplője kapott meg. Szóval, hogy ilyen, na mindegy, szóval fantasztikus, tehát én, ezt imádom ezt, a, ezt, ezt, hogy így az egész filmbe játszanak ezzel az egész dologgal. Később lesz egy olyan rész, amikor az Kalambó a saját mid kellék a saját <coughs> Kalambó díj, és azt ott fogdossa egy ilyen Figyeljtek, olyan van ebben az izében a részben, amikor vacsoráznak, vagy, vagy esznek, vagy nem is tudom hol, a stúdiófőnökök, és ott van a kalambó, akkor így kiszól a stúdiófőnök, hogy vigyázni kell a színészekkel, nagyon vigyázni kell, mert megölnek téged azok a színészek. És ez Akkor azután... Pontosan, múl... tehát csak pontosan, ha színészekkel, a színészekről van szó, fogadja maga a tanácsomat, kerülj el őket, mert megölik. Igen, és ugye ez, ez, ez tök egyértelműen arra utalás, hogy az első évadban a Kalambót játszó Peter Folk összebalhézott a producerekkel, meg a stúdiófőnökkel, azért, mert ő más, hogy el, meg, meg szeretett volna rendezni, amiről már beszéltünk a korábbi részben. Tehát, hogy tényleg az egész rész alatt, hogyha elkezdünk belemélyedni, tele van ilyen ap kiszúrásokkal, nagyon vicces. Ezen egyébként gondolkodtam múltkor, hogy Peter Falk egyébként klasszikusabb, komolyabb krimit szeretett volna forgatni, és a stúdió meg a producerek viszont inkább ezt a könnyedebb műfajt, tehát abban az időben és amikor a kalámba ment az amerikai televíziókban eredetileg, akkor is volt már számtalan, számtalan ilyen, ö, ö, olyan krimisorozat, ami, ami ez a nem az ilyen Miami Vice stílusú, mint a 80-as években bejöttek ezek a vagy, a, vagy a Baywatch, ami egy krimisorozat, hanem ezek az ilyen ö, fekete, öltönyös, ilyen izékalapos, klasszikus ö, ö, ilyen esküte ősi ősidők, tehát hogy ezek a nagyon klasszikus, nagyon nyomasztó krimisorozatok, és ez a Kalambó, ehhez képest a Kalambó egy ilyen könnyedebb munk volt. Figyelj, simán lehet, én amikor utána néztem ennek a résznek, keresgettem mindenféle infókat, akkor megtaláltam, hogy konkrétan erről a részről standfotók fönn vannak, az nem a Getty Images-en, hanem az Alamin, az egy Getty Images-hez hasonló. És akkor így rákerestem az, ebbe az alami hogy vajon mi van Peter Folkról, és így a mennyiségű fotó jött föl, és egyszerűen ez egy szerethető ember. Tehát azért ekkora siker ez a Kalambó, mert egyszerűen jó a fizimiskája. ebben a szerepben. és jó a fizimiskája, tehát hogy szerintem nagyon jól tették a stúdió főnökök, hogy ha ez volt, akkor nem engedtek Peter Folknak. Én is ezt gondolom, és azt is, hogy, hogy a, pedig a Folk az egy ilyen kicsit komolyabb. Később lesznek, lesznek olyan részek, amik egy kicsit komolyabb, klasszikusabb ö, krimik, amik nem is illenek bele egy-egy rész. Az egész Calambo sorozatban ilyen kicsit kilóg láb vagy kicsit kilógnak onnan, és ott mindig azt érzem, vagy így arra gondolok, hogy, hogy az... Tehát, szerintem a Peter Falk igazából inkább azt szerette volna, mint ezt az ilyen anyukák bohókása. kedvence bohókása. Az biztos, hogy ugye erről már a legelső részről beszéltünk, tehát a Peter Falk elképesztően jó színész, klasszikus színész, a hatás alatt álló nőtől a, a husbands, a férjek, azt hiszem férjek, szóval egy csomó keszevec filmben fantasztikusat alakít, hát, hogy ő elképesztően jó színész, miközben egyébként Kálemborról ismeri és szereti a nagy közönség, de hogy minden filmet ajánlok Tőle egyébként. Közben ülj, ülj, üljünk, üljünk fel a sztorira, mert hogy ugye, hogy visznek minket, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ugye Kalambó még ugye Jerryvel beszélget, és hát diszkréten céloz arra, persze aztán rögtön visszat hogy ő nem mondott ilyet, hogy ugye általában ezek, a, ahogy a rendőrök is, ugye a firkászok is ugye úgy szoktak információkhoz jutni, hogy valami bizalmashoz férkőznek hozzá, és ugye ez volt az ő teóriája, hogy esetleg ezzel a jane vagy jane azért kezdett viszonyt, hogy a Noráról információt szerezzenék. Én 28 percben hulló csillagnak nevezi konkrétan Jerry Norát, tehát megint visszautalás a címre, ezeket imádom. És utána jön a következő szórakozás, velünk, hogy Jerry tudja, hogy Nóra őt akarta megölni. Ez is nagyon ritka egy Kálánból részben, hogy a, 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 gyilkos és a elvileg áldozat, aki is nem volt áldozat. De, bár, most, ők... de most a Nóra a jerry akarta tényleg megölni? Akkor mi azt hisszük. Tehát ezt mondom, hogy ezt mondom, megyünk a hullámvasúton. Tehát mi ott abban a pillanatban azt hisszük, hogy a Jerry az a Nórával gyakorlatilag úgy találkozik, hogy tudom, hogy engem akartál megölni, hát nem sikerült, semmi baj, több pénzt kérek ezért cserébe, hogy erről se beszéljek. Ugye ez erről szól? Csak közben ugye a Nora is infokat szerzett, ugye Jerryről akkor kerül, derül ki, hogy ő tudott arról, hogy ő a Jane-nek levelet írt, ugye ekkor jön, amit Ádám mondtál, hogy megkérte a kezét gyakorlatilag levélben, és akkor ő kitalálta, hogy a Nora, hogy akkor befenyíti a Jerryt azzal, hogy te igazából Jane pénzére utaztál, és azért ölted meg, hogy ez ne derüljön ki, neked csak a lóvé kellett. Tehát, hogy itt megint elvittek közben minket egy ilyen irányba, és nem tudom, figyeltétek, de megtudtuk azt, hogy Kalambó 14 évvel akik Los Angelesben. Így, ezt akartam volna valamikor mondani, 14 évvel akik Los Angelesben, így van. Akkor utána ugye megtudjuk, hogy megtudjuk, amit Áron már mondott, hogy Dorának anyagi gondjai vannak, de az Istenek nem akarja eladni azt a rohadt házat. Miért ragaszkodik hozzá, és már legális úton nem tudják bőle kiszedni, már, 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 megpróbálják, hogy balhéba kerüljön, vagy bármi, csak kapják meg azt a rohadt házat, és Ugye nem értjük, hogy miért ragaszkodik hozzá. És itt egy vicces párbeszédet azért szeretnék mondani a felon, eh, ugye miután mondja, hogy a színészekről van szó, fogadja magát a másodkerőket megülik. Utána ugye a Kalambó megjegyzi, hogy ő nem is gondolta volna, hogy ő ilyen fiatalon ö, egy főnök. És erre visszaválaszol neki a felon. Semmi baj, én sem hittem volna soha magáról, hogy nyomozó. Tehát hogy itt is megint ez a, a nyakkendős után, hogy te rohatul nem úgy nézel ki. Na de Ádám, csak a te kedvedért. Utána Nóra megint megkavarja a szálakat, mert bevallja Kalambónak, hogy Jerry tud róla nem szép dolgokat, és arra kéri, hogy a házkutatásit, és Jerry jödrelhez is, és szedje el ezeket a dokumentumokat, és bármi az nyugodtan hozza nyilvánosságra. Tehát, hogy ő, 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 őt valóban megfenyegette, de ő, ő azt akar, hogy legyen tiszta minden. És akkor ugye előre előkerülnek azok a bizonyos olaszországi számlák, de ott van Frank Simons is ennek a koncernek a vezetője, akiről, mint kiderült, tudott az ügyről, mert már tíz napja elmondta neki Nora. Tehát, innentől fogva, az nem áll meg, hogy a Nora akarta megörni a Jerry-t, hiszen Jerry csak pár napja fenyítette őt be ezzel, de hát a Jerry meg a, a, Frank Simons, ugye maga a konszervezete már rég tudott erről. És a tíz napja erről már megegyeztek, akkor, akkor miért volna őt meg? És ugye vakarja a Kalambó a fejét, mi is nézők vakarjuk a fejünket, hogy akkor mi van? És utána itt Kalambó érzi a trükszagot, mert hogy közben azért a laborban dolgoznak, és hogy ez a rohadgumi nem volt defektes, ez volt a gond, hanem csak valaki leeresztette. És ugye ők autót cseréltek, mert hogy álltak a gumi, de a gumi nem volt defektet, csak elemezte. És itt előjön Kalambóban a kis ördög, hogy valaki lehet, hogy azt akarta elérni, hogy ezek autót cseréljenek. És akkor igazából nem is Jerry volt a célpont, hanem Jean, aki valójában meghalt. Igen, mert hogyha véletlenül úgy mond autót cserélnek, akkor lehet azt a látszatot kelteni, hogy más volt a célpont. És hogy ott nincsen indíték, akkor onnantól kezdve ő tisztára moshatja magát, így már érthető. Csak úgy itt ez, ez a probléma, hogy a gumi nem volt defektes holott. Ott a stúdióban volt egy jelenet, amikor, ez most tökre nem ide fog tartozni, de Gergő mondott olyat, amitől eszembe jutott, hogy azt mondja a csávó, hogy a rendező, hogy a Norának, hogy nem írhatjuk át a forgatókönyvet, mert a televíziónak forgató. Igen, azt én is értettem ott. Nem, ez, én nem, nem, teljesen értettem, hogy miért, ha, 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 egy ha mozira forgatnak, akkor azt át lehet írni, vagy akkor miért nem lehet. Ez kell, hogy nem volt kifejtve, mert ez olyan, hogy lebeg nekem ez a mondat, és hogy nem, nem tudom én ezt hova tenni. Nem, és nem a, a gyilkossággal foglalkozom, azt nem értetted, gondoltad belemisszed, <laughs> hát ezt megérted. <laughs> Igen, hát én mindig, mindig ezt nézem, én mindig ilyeneket figyelek, hogy hol a szakma de csak hogy viszünk tovább, és hogy utána Nora elgázolja Jerit egy forgatás szünetében, aki azt hiszik, hogy megint meghal, de aztán kiderül, hogy megint nem hal meg, mert csak agyrázkodás kapott, és eszméletlen. Ott már egyébként lehet tudni, hogy szerintem ott a néző már szerintem sejtheti, hogy ez csak el van játszva, úgymond. A Nora csörbe, törbe csalása. Hát, miatt? hogy el van játszva, azt, nem, de azt, ne, azt nem tudjuk, de, de itt már Kalambó ugye közben már ugye kiszúrta azt a bizonyos ivós jelenetet, hogy ugye Norának ugye visznek valamit valami termoszban, és kiderül, hogy abban bizony alkohol van, és csak akkor iszik, amikor ideges. Na de hát ő miért ideges? Ezt félrevezeti nem volt, mert igazából csak ez ivós játékot Hollywoodban, hogy ahányszor megjelenik Peter Folk, annyiszor kell inni. What? Jó, hát látod, ezért nem tudtad, hogy ki a gyilkos, meg. Kérjük, kérjük a jegyzőkönyvből, a esküdtek, ne vegyék figyelembe. Engem ugyan vitta a dolog, de képzeljétek el, hogy azt, hogy hogyan oldotta meg végül Kalambó, az így már, már elhomályosult, mert én az egésznek a hangulatát szerettem nagyon. Azt mondja Kalambó, hogy igazából arra célosz, hogy a szökőkút kapcsán, hogy az miért nem működik, mások szeretik... Bocsia, csak annyi, hogy az őt gyanús tette, de nem ez volt ugye a megoldása? Ő több dolgot rakott össze, tehát itt kalambó nagyon Kalambó volt, ahogy szoktuk mondani, mert több dolgot rakott össze. Ugye először is volt ez a szökőkút, mert ugye Kalambó mindig az ilyen gyerekes apróságokban ragad meg, mert ő magából indul ki, hogyha neki lenne egy ilyen szép kertje, egy ilyen szép szökőkúttal, akkor abban csobogni kéne a víznek. Miért nem csobog ebben a rohadt szökőkútban a víz, ráadásul úgy, hogy neki ez egy fontos emlék, mert talán ez volt az első szerepe, amiben szerepelt, ahol ez a szökőkútot, és azért ragaszkodott hozzá, és elkérte a tárból és az azóta ott van. És közben meg ugye látta azt a bizonyos filmet, azt a bizonyos filmet, ahol a Nora ugye a szerepében egy férfinak öltözött be. És neki itt kezdett gyanús lenni, hogy félrevezetés, és akkor közben ugye jön erre, hogy, hogy a Norának anyagi gondjai vannak, a férje ugye eltűnt, tehát nem tudjuk, hogy mi történt vele, mert csak eltűnt. És kiderül, hogy, hogy nagyon röviddel utána kérte el a raktárból, egy így van, a raktárból a szökőkutat. Tehát a férje meghalt, vagy eltűnt, és egy napra rá elkérte a szökőkutat. De az csak, csak hogy jól értem, tehát az azért lényeges, mert oda a szökőkut alá van tulajdonképpen eltemetve, és a nő azért kérte el ezt a szökőkutat, hogy rárakhassa, hogy ne bolygassák a földet biztosan. Hogy ne bolygassák, ezért nem adja el. És azért nem köti be, mert oda nem lehet ásni, hogyha ott a hulla. És ugye itt a film szerep az a bizonyos film, amiben férfinak költözött, hogy a itt lett gyanús, hogy mi van akkor, látta a fotókon ugye őket a házában, és azt mondta, hogy nagyon hasonlítanak egymásra, és abban a szerepben is gyakorlatilag a nora úgy nézett ki, mint egy férfi, és eszébe jutott, eljátszott a kalambó azzal a gondolattal, hogy igazából az ő férje nem, ö, nem eltűnt, mert ugye arról volt szó evlek, hogy egy, egy férfi, valaki látta, hogy ö, egy férfi be volt öltözve, és kicsónakázott a tengerre, és többet nem jött vissza. És mi van akkor, hogy ez maga a Nóra volt, aki eljátszotta a szerepet, eltűntnek nyilvánítassa a már halott férje. És akkor itt hozom be a második kameónkat. Mit gondoltok, ki a másik kameó ebben a filmben? Lelövöm a falon lévő fotó. Ne lőd meg, mert akkor azt is ki kell Igazad van. A falon lévő fotó a meggyilkolt férjről, itt ez az egy kameó egy van, őt úgy hívják ezt a színészt, hogy John Colicos, szintén száz fölötti szerepe van, nem egyetlen egy Kalambóban sem szerepelt, itt nyilván gondolom haveri alapon elkérték a fotóját, vagy valami ilyesmi lehet. Ő egy kanadai származású színész, de hát nyilván Hollywoodban futott be órási karriert de amiért idehozom, az az, hogy egyrészt ő szerepelt a Star Trek Deep Space Nine-ban három részen keresztül is. Ádám fölkapta a fejét. Az, azért, mert tudtam, hogy Ádám föl fogja kapni a fejét. Másrészt az utolsó szerepe, az már 2000-es évek közepén végén volt, Baltart játszotta a Battlestar Galactica egy rövid, egy short filmjében. Ez volt a legutolsó szerepe, az öreg Baltart játszotta, mert akkor már mit tudom, 80 fölött volt, vagy ilyesmi. Na de, hogy Ádám, értsd a sztorit hogy, és hogy hogy megyünk így. Ez most már ugye Kálámónak van egy sejtése, de ugye nulla bizonyíték van, ezt ugye így, 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 Én itt veszettem el a fonalat, így van. Ami, az összes fényképen, amin a férj szerepel, ugye van egy gyűrű az ujján. És Kálambónak ez az a gyűrű, ami, ami ismerős volt, vagy valami, hogy ez egy klubtag, ez egy, ez egy ilyen nagyon VIP klub gyűrű. És Kálambónak ugye volt ez a bizonyos elmélete, hogy márpedig itt a nő a gyanús, és hogy az a, a, a férje van, és szerzett egy ilyen gyűrűt. Van valami hentestől? Van egy hentestől, Egy igen, hentes igen, igen. Milyen exkluzív klub az, aminek tagja egy hentes? Most De bocsássatok ki, ki kére, meg, én ezt nem, kikérem a Nem, nem, -e. én imádom a henteseket, és semmi ilyesmi, csak azért azt gondolnám, ilyen, mint a Rotary Klub, értitek szóval, hogy ilyen felső tízezer. Tehát én ezt úgy, úgy értelmeztem. Most egy hentes is lehet természetesen felső tízezer, csak akkor nem hentes Hentesnek fordítom, hanem itt hentesipari vállalkozónak, vagy értitek szóval? Jó, hogy... Hát, Ugye, lehet, okay. hogy, lehet, hogy egy komplett franchise, egy Amerika szerte ismert hentes franchise-ról van szó, aminek ő a tulajdonosa, és 60 bolt tartozik hozzá, hát legyünk megengedők. Ő is, ő is egy koncertnek a fejese. Legyünk megengedők. Jó, de hentesnek mondanád? Hát persze, hát, hát úgy is, a Mert a ha as az években. Az években. A, a, aztán fölvágja a mar. Na jó, ugorjunk a végére. Szóval, szerez, szerez egy ilyen gyűrűt, és ugye elmondja, hogy az, az frissen elgázolt jerry találtak egy ilyen gyűrűt egy borítékban, és egy monogram volt ráírva erre a borítékra, ugye NC, ugye ez a Nora Chandlernek a. És hát ugye hát ő, a Nora úgy csinál, amit ezt ő nem érteni, hiszen neki ez nem az övé, neki ilyenje nincs. És ez van az a jelent, hogy ő baromi gyorsan rosszul lesz, és hazarohan, mint az állat, mert hogy ő bizony elárulja magát, hogy akkor az a gyűrű az az én férjem kezén volt, akit ugye a kút alá raktam. És Kalambó már ott várta a szép csöndesen. Tehát gyakorlatilag Kalambó erre lett azt, hogy 19-re lapot húzott, mert semmi bizonyítéka nem volt, csak bedobott valamit a megérzése alapján, és bejött. Mert ugye azzal, hogy a nő hazarohan, mint az. Hogy állam. megnézze, hogy föl van-e szedve onnan a. Ha. Így van. Mert ő abban a hitben volt, hogy a Jerry megtalálta a holttestet. És akkor ekkor derül ki, hogy nem a jerry akart ő eredetileg megölni, hanem a jane mert erről a Jane tudott. Igen, és akkor innen, innen rakjuk össze, hogy valószínűleg ő babrált így biztosan a kerékkel, ezért cserélte meg, tehát hogy így, így mi ekkor rakjuk össze, nekem ez a, ez a gyűrűs rész, ez valahogy lehet, hogy pont nem odafigyeltem, mit tudom én, de az a lényeg, hogy ekkor áll össze nekünk is nézőknek, hogy ah, hogy ez erről van szó. Tehát az egész megjátszotta ez a nő, úgy állította be, hogy a Jerrynek tűnjön a célpontnak, de közben nem, de igazából egészen pontosan... Bejött ez a gyűrű dolog, és onnantól kezdve más se járt a fejemben, mint hogy Einhorn vagy Finkel. Finkel vagy enhorn. <laughs> <Jóban. gül> <laughs> okay. Ez a rész még nem szerepelt. Figyeltek, vége van az adásnak, sajnos értékeljük gyorsan a részt én fogom most kezdeni. Én most azt szerint adok, mit éreztem akkor, amikor megnéztem, mert most már sokkal jobb és sokkal érthetőbb számomra a történet. Más pont számot adnék, tehát ez a ez az eredeti, a régmúlt pontszáma lesz, amivel most én fogom adni, és ezért krimiként én ezt egy ilyen ötösre értékelném, mert hogy pont nem igazán tudtam vele menni. Élveztem a hangulatát, de nem tudtam vele menni. Kalambóként viszont egy hetesre, mert amúgy tetszett, mint ahogy azt az adás elején elmondtam, ez egy maradandó rész számomra. Szeretem a hangulatát, bejött, de valójában most jöttem rá, hogy nem igazán értettem eddig, hogy valóban mi a, a története. Én nálam 8-8. Mert az, hogy ennyire megpörgettek minket, én ezt nagyon imádtam, az, hogy tényleg mi sem tudtuk, hogy, hogy ez a nő végig az orrunknál fogva vezetett minket is, nem csak szegény Kalambót. És illetve az, hogy ebben tényleg közben benne volt, hogy a Kalambó csak Kalambó volt, tele volt vicces jelenettel. nekem ez jött, jó, jó volt. Bár én is el voltam veszve közben. Igen, tehát én, én is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy meglepően jó rész volt, tök jól állt neki, hogy 75 perc, nincsenek benne fillerek, jó volt a ritmusa. Csak azt hittük, hogy fillerek, de közben, és közben nem, amit nem. Te is És lehet, hogy nem is áll jól, most nekem egy kicsit ez a véleményem, nem is állnak jól a 90 perces részek, tehát hogy a Kalambónak 75 perces az, ami jól áll, de ezt majd meglátjuk majd még újabb 10 rész múlva. Szóval nekem, nekem tetszett, hogy jó feszes volt, jókortak a színészek, ízé, szóval én nekem is Krimiként 7,5, és fél szerintem teljes eredben volt, hogy vitt magunk... Magával a sztori. És Kalánbukét is, is adok rá egy het, 7 pontot. Szóval szerintem ez egy, ez egy elég jó rész volt. Na. Én most már magasabbra értékelném, ezért mondtam, hogy én inkább a rég, rég múlt pont számolyt adnám egyébként. És a... Mi lenne a mostani értékelés? Hát egy mondjuk egy minimum egy hetes. Tehát le lehet, hogy ez, ez volt a legmagasabb érték, mint ever. Ö, ez a második legjobb részünk, a hatodik rész, meg nem mondom, hogy ez melyik, de ez ez a hatodik utána a második A hatodik rész az a képek keret nélkül. Amúgy csak azért. Gondolod azt, hogy jobbak a rövidebb kalambó részek, mert te gyerekként nem nézted otthon, amikor örültél, ha a 90 perces részt láttál, egy 70 perces részt helyett, és utána menni kellett aludni, mert másnap bizony iskola de ha nem is másnap, viszont hamarosan jövünk majd egy új kalambó résszel, ami a terveink szerint én nem is leszek majd itt, mert engem majd Magdi fog ebbe helyettesíteni, elméletileg, mert hogy a következő alkalommal a Gyilkossága műtőasztalon című részt beszéljük majd ki, amelyben a Star Trek eredeti spokja, Leonard Nimoy kerül majd a hadnagy figyelmének középpontjába, és mint ilyen, mármint Leonard Nimoy, hát az természetesen a Parallaxis Univerzum leg, leges-legnagyobb és elhivatottabb Star Trek rajongójára tartozik, hogy így fogalmazzak, hát kasza Magdira. Viszont addig is Kubatovics Áron, Kizúr Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy képsem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok. Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Épresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.